A rendőrség és a közterületfelügyelet szerdán reggel szembesült azzal, hogy több száz idős embert hívtak be koronavírus elleni oltásra a megyei rendelőintézethez Szombathelyen. Addigra azonban dugó és tumultus alakult ki a március 15-e tér környékén. A rendőrség beengedte a lezárt terekre a személyautókat, illetve a mozgáskorlátozott nyugdíjasokkal behajthattak a járművek az épület elé, amíg az idős emberek kiszálltak. Jellemzően másfél-két és fél órás csúszással juthattak be az oltásra várók az oltópontokra, ahhoz az időponthoz képest, amire behívták őket. Tapasztalatunk alapján a legtöbben nyugodtan kivárták a sorukat, ehhez azonban a szombathelyi Agora munkatársai is nagyban hozzájárultak. Az egyébként már használaton kívüli rendelőintézet előtt csupán néhány pad állt a várakozók rendelkezésére, ezért a szomszédos művelődési és sportházból székeket hoztak, illetve hangtechnikát, amivel a segítők elérték azt, hogy nem csak a közvetlenül a fal közelében álló idős emberek hallották, ki kerül sorra. Azt is hozzátesszük, hogy a rendelőintézet főbejáratánál nem túl jó állapotú lépcsőn kellett felsétálniuk azoknak, akikre rákerült a sor. Több idős embert katonák, illetve betegszállítók segítettek fel és le. Volt, akit kerekesszékben cipeltek fel a lépcsőn. Hiányoltuk a nagyméretű tájékoztató feliratot is, ami legalább abban segített volna az érkezőknek, melyik oltópont melyik bejáratnál található. Az idős embereknek apró betűkkel kinyomtatott, falra kiragasztott listákon kellett kibogarászniuk, hol kapják meg az oltást. Szerencsésnek tekinthető, hogy február 24-én délben már 15 fok feletti hőmérséklet és napsütés fogadta az érkezőket, arról ugyanis nincs információnk, hogy fagypont alatti hőmérséklet vagy csapadék esetén hol várakoztak volna az oltásra behívott idős emberek. A katonák vizet osztottak azoknak, akik nem készültek hosszú várakozásra. Sokan voltak olyanok, akik biztosra mentek és nem a megadott időpontra estek be, hanem már egy órával korábban is a helyszínre értek. Az azonban biztos, hogy nem miattuk volt a késés. Bízunk abban, hogy a szervezők levonják a megfelelő tanúságot, és a megismételt oltás időpontjában már gördülékenyebben mennek a dolgok. Azokat pedig köszönet illeti, akik a helyzetet felismerve segíteni próbáltak, hogy az idős emberek minél kevesebb kellemetlenséggel legyenek túl az oltáson. Dezsőné, Ervin, Ervinné, Józsefné, Tiborné, Sándor. Lászlóné, István, Gyula, Pál, akik a nevüket hallották, megkérem önöket, hogy fáradjanak a bejárathoz. Köszönöm. Ferenc. Ez most még csak a 11-20-asnak a lista fele, úgyhogy eljövök a másikkal, egy kis türelmet kérek.